És egyetlen utolsó cucc van, amit ö, idén fogtunk hadra, és szeretnénk megmutatni a vele való tapasztalatokat. Ez a heviknek egy kimondottan nyári használatra szánt kesztyűje. Ö, ugye egy sima, könnyű kesztyű, de bőr erősítés van azon a részen, ahol ugye fogod a ö, motornak a markolatát, tehát tényleg jól meg tudod szorítani. Jól is esik egyébként, tehát tényleg jó a fogás, nem csúszik el, stb. Kemény protektor van itt a kézfejen, tehát ez a rész, ez meg van végig keményítve. Ezek a területek viszont itt a kézfejnél, meg így a hüvelykújnál kívül, azok viszont nagyon szépen átszellőznek, tehát ténylegesen a legnagyobb nyári kánikulában és legnagyobb melegben is nagyon jól működött, és hát hűvösebb időben pedig nyilván hideg, tehát ez, ez, tényleg csak ilyen, ilyen 15, inkább 20 foktól fölfelé volt a kezemen, viszont így a fogásától elkezdve minden funkciójáig nagyon jó, és egy apróságot azért még külön szeretnék megmutatni, azok pedig ezek, nevezetesen, hogy ilyen kis kapacitív betét van a két mutató újra építve, tehát hogyha a mobiltelefon az kint van a műszerfalon fönt, és menet közbe kell bigyulászni, kezelni, valamit a navigáción állítgatni, akkor ez egyébként hivatalosan is jó. Az más kérdés, hogy én olyan telót használok, hogy amúgy hüvelykújjal is tökéletesen tudtam kezelni, de hogyha valakinek tényleg nagyon erősen és csak kapacitíven működik a kijelzője, akkor ez a betét ezt biztosítani fogja. Ő is egy nagyon jól bevált darab, biztos, hogy a Open Road kabáttal és a BMW csizmával együtt folyamatosan fog dolgozni még a jövő szezonban is, tehát viszont látjátok majd a 2020-as videóinkban őket.